Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A most következő pár percben az elektromosság alapjaival fogunk megismerkedni. Nem célom, hogy minden szempontból a lehető legpontosabb ismertetőt adjam a témával kapcsolatosan, mivel magam sem tudom pontosan, hogy mi is az az elektromos áram. De ezen gyorsan tegyük túl magunkat. Mérnöki szemléletten indulunk neki ennek a nagy kalannak, célunk nem a kvarkok megértése, hanem egy LED megvillantásától akár egy saját tervezésű robot megépítéséig eljutni. A gyakorlat mellett azért a legfontosabb elméleti ismereteket is átveszünk, hogy egy mérnöki szempontból hasznos képet tudjunk alkotni az elektromos áramról. Vágjunk hát bele ebbe a csodálatos kalandba! Az elektromosság szó a gyanta görög nevéből az elektromból ered, vagyis már az ókori görögök is ismerték a kifejezés mögött megbújó fizikai jelenséget. Tálész megfigyelte, hogy a gyapjúval megdörzsödt borostyánkő, alias megkövesed egy anta, apró tárgyakat, például száraz falevelet, vagy madártólat vonz magához. Azt is megfigyelték, hogy elég hosszú dörzsöléssel cikrát is tudnak pattintani. Ma ezt a jelenséget szatikus elektromosságnak nevezzük. Most ugorjunk egy kicsit az időben, és szágoldjunk keresztül az elektromosság történetének rögös országútján. Meg se álljunk egészen a borféle atommodellig. Minden anyag atomokból épül fel. Az atommodell az atom szerkezetét, felépítését leíró elméleti kép. A történelemben számos atommodell keletkezett, melyek egymásra épültek, vagy épp kizárták a másik elmélet igazát. John Dalton tudományos eredményeit az atomelmélettel magyarázta. Annyiféle atom, ahányféle elem az atom gömb alakú, egy vegyületben a részvevő elemek aránya állandó, akármennyi anyagból is keletkeznek. Thomson 1904-ben alkotta meg atommodelljét, a mazsolás puding modellt. Az elektron minden atomban jelen van. Később Rutherford 1911-ben bebizonyította, hogy az atomban a töltések nem egyenletesen oszlanak el. Az atom hasonlít a naprendszerhez. Az atom maga naphoz, az elektronok a bolygókhoz hasonlítanak. Bohr 1913-ban állapítja meg, hogy az elektronok csak meghatározott sugarú körpályán keringhetnek. Megszületik a borféle atommodell. Érdemes még megemlítenünk Schrödinger elméletét, miszerint az elektronnak hullámra és részecskére jellemző tulajdonságai is vannak. Helyét nem ismerhetjük, csak meghatározhatjuk előfordulási esélyét, elektronfelhő modell. Számunkra az atom atommagból és a körülötte meghatározott távolsága keringő elektronból áll. Az elektronok pályáját elektronhéjnak nevezzük. Az elektromos jelenségek oka az atomon belül található egyes elemi részecskék elektromos tulajdonsága, vagyis töltése. Az atom fő alkotó elemeik közül az atommagban található proton pozitív, Míg a borféle atommodell szerint az atomma körül keringő elektron pontosan ugyanakkor a negatív töltése rendelkezik. A proton és az elektron töltéseinek nagyságát elemi töltésnek nevezzük. A normál atom protonjainak és elektronjainak száma megegyezik, így az atom kifelé nem mutat töltést, tehát semleges. Ugyanez mondható el anyagaink nagyobb térfogatú részéről is. Ha a külső hatás következtében például mechanikai sorlódás, fény, hő vagy kémiai reakció hatására az elektronok közül egyet vagy többet eltávolítunk, az egyensúly felborul. A pozitív töltése túlsúlyba kerülnek, az atom többé nem semleges. Elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, és kifelé pozitív töltés mutat. Ha az atom elektronhéjára egy vagy több plusz elektron kerül, az atom elektron többlettel fog rendelkezni, és kifelé negatív töltés mutat. Az elektromosság az anyag alapvető tulajdonsága. Az elektronokat ionokat, és általában a töltéssel rendelkező részecskéket töltéshordozóknak hívjuk. A töltések egymásra különböző hatással vannak. Megfigyelhető, hogy a különböző polaritású töltések vonzák, míg az azonos polaritású töltések taszítják egymást. A töltések között hatás működik, ami a különböző polaritású töltéseket összetartja a vonzás vagy taszítás során létrejövő erők nagyságát és irányát a kulom törvény írja le. A természetben előforduló töltése mindig az adott nagyságú elemi töltés egész számú többszörösei. Ezért az elemi töltések meghatározott mennyiségét, pontosabban 6,24 trillió elektron töltését elektromos töltésnek nevezzük. Az elektromos töltéssel rendelkező testek az általuk létehozott elektromos mező közvetítésével hatnak egymással. Az elektromos mező létezését először Feledély angol fizikus tételezte fel a 19. században. Mára bebizonyosodott, hogy az elektromos mező valóban az anyag létező, sajátos, nagyon finom eloszlású, nem atomi felépítésű formája. Az elektromos mező ugyanúgy láthatatlan, mint a mágneses mező. Jelenlétét azonban többféle módszerrel bebizonyíthatjuk. Például az elektromos állapotban lévő testek közelében a búzadal a szemcsék szabályos vonalakba rendeződnek. Tehát a szemcsék az elektromos mező hatására az elektromos mező erővonalai mentén rendeződnek el. Az elektromos áram a töltése rendelkező részecskék rendezett áramlása. Fémes kötésnél az atomok egymáshoz kapcsolódásában szerepet játszó vegyérték elektronok nem kötődnek szorosan a kristályrács meghatározott ionjához, hanem meglehetősen szabadon mozoghatnak. Emiatt szabad elektronoknak is nevezik őket. Külső elektromos mező nélkül a szabad elektronok rendezetten hőmozgás végeznek, akárcsak csak egy gáz molekulái. Elektromos mező hatására a szabad elektronok elmozdulása kitüntetett irányt nyer. Az elektromos mezőbe helyezett töltés a ráható erő hatására mozdul el. A mező a test mozgása közben pedig munkát végez. Az áramlás irányának váltakozása alapján beszélhetünk váltakozó, vagy áramlás irányának állandósága esetén egyenáramról. A továbbiakban mi az egyenállammal fogunk foglalkozni. Az áramlást egyébként azért nevezték el az elektronról, mert a gyakorlatban fémes vezetőket használunk, és a fémekben az elektronok mozognak. A folyadékokban a pozitív vagy negatív töltésű ionok áramlanak, ilyenkor ionáramról beszélünk. Az áramlás egyik legfontosabb jellemzője az áramerősség. Jele a nagy I. I egyenlő Q per T, ahol Q jelenti a T idő alatt az adott felületen átáramlott töltésmennyiséget. <tört> oké, oké. Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja? A feszültség, vagy más néven potenciálkülönbség az oka, hajtó ereje a töltése rendelkező részecskék mozgásának. Ha nincs feszültség, nincs. Áramlás sem. Hogy jobban megértjük a feszültség miben létét, képzeljünk el most egy tetszőleges áramforrást, például elemet, akkumulátort. Az államforrásnak két pólusa van. Az egyik pozitív, a másik pedig negatív. Ezek a pólusok szigetelő réteggel vannak egymástól elválasztva. A negatív póluson negatív töltések, vagyis elektronok halmozódnak fel. A pozitív póluson pedig elektron hiány lép fel, ezért ez a pólus pozitívabb, mint a másik. Az elektron többlet egy magasabb energiaszintet képvisel, pedig tudjuk, hogy az elektronok önmaguktól mindig a legalacsonyabb energiaszintet foglalják el. Az elektronok ezért mindent el fognak követni, akár munkát is végeznek, hogy átjussanak az elem másik pólusára, és nyugalomba jussanak. A töltéshordozók egy szóval kiegyenlítődésre törekszenek, és az eközben elvégzett munkát tudjuk felhasználni arra, hogy működtessük az elektromos berendezéseinket. Ha az áramforrás Két sarkát vezető anyagokkal összekötjük, a töltéskiegyenlítődés az összekötő vezetéken, illetve az áramkörbe kapcsolt fogyasztón keresztül megindul. A töltések rendezett mozgásának hatását nevezzük elektromos áramnak. Az elem működése közben a cellák közötti potenciálkülönbség, vagyis a feszültség folyamatosan csökken. Végül Kialakul egy egyensúlyi állapot, a telepünk lemerül. Ha a külső erőhatással a különböző polaritású töltéseket szétválasztjuk, közöttük egy kiegyenlítő előhatás fog működni. Erről az erőhatásról beszéltünk az előbbiekben. A feszültség tehát a töltés szétválasztás közben keletkezik az áramforrásban, és hatására indul meg, illetve marad fenn a töltések áramlása, tehát az elektromos áram. Ne felejtsük el, a töltések szétválasztásához munkát kell végezni. A feszültség tehát megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező, miközben egy kulomtörtést a mező egyik pontjából a másikba áramoltat. A feszültség az elektromos mező jellemzője, nem pedig az elektroné. A feszültség mértékegysége a volt, Alexandro volta olasz fizikusról nevezték el. A vezetékkel összekapcsolt áramforrás, és fogyasztó áramkört alkot. Az áramkör, mint a neve is mutatja, mindig egy zárt folyamatot jelent. Egyetlen vezetéken sem folyik áram, ha annak csak az egyik vége csatlakozik. A legegyszerűbb áramkör részei a következők. Áramforrás, fogyasztó, kapcsoló és az összekötő vezetékek. Mint mondtam, tartós elektromos áram csak zárt áramkörben jöhet létre. Zárt áramkörben az elektronok, az áramforrás negatív pólusa felől vándorolnak a vezetéken, és fogyasztón keresztül a pozitív pólus felé. Ezt az áramlási irányt fizikai áramiránynak nevezzük. Régen az ezzel ellentétes irányt jelölték ki az áramirányának, mert még nem tudták, hogy milyen töltésű részecskék milyen irányba mozognak a fémekben. Ezt a fizikai áramirányal ellentétes áramirányt technikai áramiránynak nevezzük. Most vegyünk egy nagy levegőt. És fogadjuk el, hogy a műszaki életben mind a mai napig ezt a helytelen technikai áramirányt használják, sőt, jobban tesszük, ha elfelejtjük a negatív pólus fogalmát is, mivel ezt sokszor nullának vagy földnek nevezik. Ha a fémes vezetőben elektromos áram folyik, az atomok közötti térben szabad elektronok mozognak. Az atomok hőmozgása miatt azonban az elektronok mozgása nem akadálymentes. Az elektromos áram számára minden vezető ellenállás jelent. Ezt az ellenállást a töltéshordozók a feszültség hatására küzdik le, és elektromos ellenállásnak nevezzük. Az elektromos ellenállás leküzdéséhez munkát kell végeznünk, ez a munka pedig hővi alakul, így a vezeték, amelyben az áram folyik, felmelegszik. Az áramnak ez a hőhatása lehet hasznos, például a melegítő eszközökben, mint amilyen a vasaló. Az izolámpa, vagyis villanykörte fényét is az elektromos áram által felízított Wolfram szál adja. Nagyon fontos, hogy megismerkedjünk a rövid zár fogalmával. A rövid zárás, vagy rövid zárlat elektronikai fogalom, ahol két adott államköri pont közötti összeköttetés ellenállása nagyon kicsi, elhanyagolható nagyságú. Mivel a rövid zár ellenállása nagyon kicsi, azon keresztül nagyon nagy áram folyhat. A két pont közötti feszültség feszültségkülönbségnek megfelelően az átfolyó áram hővi alakul, mely felmelegíti, vagy esetenként akár el is égetheti a vezetékeket. Fontos, ha egy áramkörben nincs fogyasztó, akkor rövid zár alakul ki. Hogy pontosan megértjük, hogy mit is jelent ez, nézzünk meg róla egy rövid videót. A rövidzár demonstrálására vegyünk egy vezető papírdarabot, amely lehet egy sportszelet vagy laprágó csomagoló papírja. Középen egy papírvágóló segítségével keskenyítsük el, ezáltal lecsökken a keresztmetszete. Érintsük egy ceruzelem két pólusához egy-egy végét, és ezáltal rövidre zártuk az áramkört. Zárásként foglaljuk össze azt, amiről szó volt. A videóban megismerkedtünk az elektromosság legfontosabb fogalmaival. Megnéztük, hogy mi rejtőzik az áramerősség, a feszültség és az ellenállás kifejezés mögött. Talán kicsit túl elméletre is sikerült ez a bevezető videó, de már nem vagyunk attól messze, hogy belépjünk a hobbi elektronika csodálatos világába. A következő alkalommal megnézzük, hogy milyen kapcsolat írható fel a már bevezetett fogalmak között. Meg megismerkedünk az elektromosság legfontosabb törvényével. Tartsatok akkor is velem! Mielőtt elbúcsúznék, még egy apró érdekességet említenék meg. A magyar villamosság elnevezés Jedlik Ányostól származik, aki a villámszóból vezette le a villamossággal, vagyis az elektromossággal kapcsolatos elnevezéseket. Használjuk bátran! Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánka, és tartsatok velem legközelebb is, amikor az OM-törvényel fogunk megismerkedni. Köszönöm, hogy velünk voltatok ma is!